Így gurult be két keréken Székesfehérvárra Ellen Whittaker. Több mint 2200 kilométer megtétele után érte el a város határt. A Bregyó köztől már a Tóvárosi Általános Iskola diákjai kísérték. Mindenki szerzett magának biciklit, és együtt közösen elindultunk a Tóvárosi Általános Iskolából. Készítettünk zászlókat, és nagy örömmel fogadtuk, amikor megláttuk végre a kanyarban. Az angliai Chorleyból hosszú út vezetett Székesfehérvárra. Ezt és a két város közötti elmúlt két évtizednyi együttműködést dokumentálták a Szénatéri Általános Iskola diákjai, akik az ország almán elvárták Ellen Whittakert. Ellen Whittakerre várunk, az iskolában készültünk, az ebédlő előtti plakátnál térképet állítottunk, és ott jelöltük az utat, ahogy jön. Egy hónapja elindult ő Angliából, most éppen zászlókkal fogadjuk, amivel Chorley és Székesfehérvár testvérkapcsolatát jelezzük ki. Ezek a megérkezés utáni köszöntés pillanatai. Székesfehérvár önkormányzata nevében Rót Péter alpolgármester fogadta a vendéget. Városunk tiszteletbeli polgára a kezdetektől motorja a testvérvárosi kapcsolatoknak. Nem csoda, hogy annyi barát várta, és hogy ilyen rendhagyó vállalkozásba kezdett a jeles évfordulóra. Valójában másfél éve tanultam meg kerékpározni, amitől egyébként már 25 kilót fogytam. Most, hogy célba értem, úgy látom, hogy jó ötlet volt ez a jótékonysági út, amivel a lakóhelyemen élő veteránoknak és hajléktalanoknak gyűjtöttem. Ezt kötöttem össze a testvérvárosi kapcsolatok 20 éves évfordulójának megünneplésével. Az izgalmakban bővelkedő kerékpárút után néhány napot városunkban pihen Ellen Whittaker. Eközben több iskola diákjaival is találkozik majd.